Íme a karcagi szociális ellátó szolgálat legújabb munkatársa. A francia autó a kiszolgált korábbi járművet váltja fel. Mind a tanyagondnoki szolgálat, mind pedig az egyéb intézményi szállítások miatt igen nagy igénybevétele volt az elmúlt években, évtizedekben, hiszen több mint 15 éves autóról beszélünk, ami lecserélésre kerül most. Magyar kormány támogatásával került kiírásra a pályázat, a Szociális Államtitkárság koordinálásában ide nyújtottuk be a pályázatot, és örömmel értesítettek bennünket, hogy sikeres volt a benyújtott kérelmünk, megvásárolhatjuk az autót a kapott támogatásból. A pályázat maximális összege 10 millió forint volt, amit meg is kaptunk, ezt kellett kiegészíteni az önkormányzatnak önerő biztosításával, így tudtuk megvásárolni a gépjárművet. Speciális gépjárműről van szó, hiszen elsősorban időseket kell szállítanunk, és olyan mozgássérült időseket, akiknek mindenképpen át kellett alakítani ezt az autót, így itt a helyszínen vállalták, hogy ezt természetesen megteszik, mielőtt elhozzuk a gépjárművet. Ugye ahhoz, hogy használni tudjuk, egy új szolgáltatást is be kell indítanunk a Szociális Szolgáltató Központban. Ennek az előkészületei zajlanak, de vélhetően már hamarabb, tehát néhány napon, heten belül el tudjuk kezdeni használni az autót. A 10 millió forintos kormányzati támogatás és az önkormányzati önrész tette lehetővé a kisbusz megvásárlását. Amit nagyon fontosnak tartottunk beletenni, használhatóság szempontjából, ez a vízkörös hűtés, ami hátul is van, itt lehet állítani. A speciális szállítási feladatok miatt speciális gépjárműre volt szüksége a Szociális Ellátószolgálatnak. Rámpa segíti a mozgásukban korlátozott személyek szállítását.